Írtam egy mesét, rendes mesét, még nem mondtam el senkinek. Bizalmatlan vagyok. Jó, ha felülök egy villamosra, amiről nem tudom, hogy hová megy, és elmegyek a végállomásig. Még nem voltam ott soha. Ez keresés. Mindenki keres valamit, nem? Először építész akartam lenni. A nagy ablakokat, a sok üveget szeretem. És utazni akarok. Látni akarok. Világot, embereket, képeket, fákat, meg színeket. Meg zenét. Nézni mindent. Például megismerni egy ember gondolatait, egy másik emberét, az nagyon jó dolog. A fizikában tanítják, hogy vannak cseppfolyós, légnemű, meg szilárd testek. De hát mondják, hogy ezen a légkörön kívül vannak más halmazállapotú anyagok is. Az ember képtelen elképzelni, hogy vannak más halmazállapotúak. Pedig hát vannak. Szóval lehetnek. De hát ezek is olyanok, hogy kívül állnak minden látható és fogható dolgon. Olyanok, amit az ember még sohasem tapasztal. Az ember életében van egy hangsúly, ami először külsőségekre támaszkodik. Aztán lassan áttolódik befelé. Nagyon hosszú idő alatt és majdnem észrevétlenül. Magunk sem tudjuk, aztán olyan természetesnek találjuk. Az ember teremt magának idővel egy saját világot.
írtam egy mesét. Rendes mesét. Még nem mondtam el senkinek. Bizalmatlan vagyok.